A Hegyhátszentpéteri Tájház és kiállításának rövid bemutatása. Kedves látogató, üdvözlünk Hegyhátszentpéteren! Ismerd meg falvainkat, a Tájházak útja, örökségünk a jövőnk, értékekre alapozott turizmusfejlesztés a Szlovénia-Magyarország határregióban projekt keretében. A projektet az Interreg 5A Szlovénia-Magyarország együttműködési program támogatja. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Tájházunk Hegyhátszentpéter településen található, melynek első említése 1381-ből származik, Szent Peter falu a néven. A hosszú évek alatt számtalanszor átalakult a település elnevezése. Hegyhátszentpéter néven elsőként 1907-ben említik a magyarországi vármegyék, törvényhatósági jogú, valamint rendezett tanácsú városok hivatalos neveinek jegyzékében. A Békeút 86-os szám alatt álló festett, faragott toromzatú, háromosztatú épület eredetileg lakóháznak épült 1891-ben, szoba-konyha-kamra felosztással. Az épületre vegyes falazat jellemző. A szoba vályokból, a többi része téglából épült, gerendás födémmel rendelkezik. A tetőszerkezet ollószáros nyeregtető, elő csonkakontyolt, hátul kontyolt tetővel, ami kévé zsúppal fedett. A konyha előtt pitvar és lopott tornász található, ahonnan a helyiségek ajtaja nyílik. A padozat mindhárom helyiség esetében döngölt földpadló. Általánosságban elmondható, hogy az épületben található enteriőr időmetszete az 1920-30-as éveket idézi. A Szombathelyi Szabária megyei hatókörű városi múzeum muzeológusai szakmai felügyeletének, valamint Szakály Ferenc tanár úr irányításával a helyi általános iskola honismereti szakköre gyűjtésének köszönhetően a tájház berendezése hiteles képet ad a térség tárgykultúrájáról. A Hegyhátszentpéteri tájház épületéhez érve elsőként ékességét, a szíves tulipános mintájú festett, faragott deszka oromzatot pillanthatjuk meg, mely a népi reneszánsz szép példája. Tőke János egy gőzfáról származó festő asztalos készítette. Hasonló 19. századi festett oromzatok Vasmegyén kívül még Zalából és a vele határos szlovéniai Mura mentéről ismertek. A tájház kapuján belépve az udvar egy részét és azon lévő néhány építményt láthatjuk meg elsőként. Utunkat tovább folytatva az épület tornácára lépünk, ahol megcsodálhatjuk Magyar Lajos faragott fali képét, mely a földművelés négy mozzanatát ábrázolja. Szántást, vetést, aratást és cséplést. Ezt követően eldönthetjük, hogy a tájház tornácáról nyíló három berendezett helyiség közül melyiket fedezzük fel elsőként. Először érdemes a tájház sarkos elrendezésű szobájába belépni, ahol rögves láthatunk egy ácsolt ládát, úgynevezett hozományládát, amely felett tálas fogasló. A szoba udvar felüli oldalán egy házi szövésű vászonterítővel letakart asztallal, sarokpaddal és két támlásszékkel ellátott evősarkot fedezhetünk fel, mely fölé a falra tékát rögzítettek. Az asztalon egy fotóalbumba rendezve a faluban összegyűjtött képekből a legjobbakat láthatjuk a régmúltból egészen az 1970-es évekig. Emellett találunk még az asztalon egy korabeli palatáblát is. Valamint az asztal felett egy lüszterlámpát csodálhatunk meg. A szobában jobbra haladva egy sublótot találunk, amelyet szintén házi szövésű vászonterítővel takartak le, rajta szenteket ábrázoló szobrok, első világháborúból származó emlékbögre és kereszt. A sublót felett tükör és feszület látható. Tovább haladva gyári készítésű átterítővel letakart ágyokat látunk, közöttük egy szekrényt. A szekrény előtt ruhatartó rúd látható, rajta korabeli ruhadarabok lógnak. A ruhatartó alatt egy bölcső található, egyik oldalán állókával, régi nevén Kati, másik oldalán gyalogszékkel. Emellett egy karospad, felette faliúra és az első világháborúhoz köthető emlékképek is láthatók. A berendezéstől eltérő üvegtalapzaton áll a tájház vendégkönyve és a látogatóknak szánt szóróanyagok. A szobából kilépve a tornácon tovább haladva a konyhában találjuk magunkat. A konyha főberendezési tárgyai a fiókos, ajtós konyhaszekrény, a magas kemence előtt álló dagasztóteknő székkel, mellette csikó tűzhely. Emellett felfedezhetünk egy tálas fogast alatta vizespaddal, krumplinyomóval, konyhai eszközökkel és edényekkel.
Továbbá megtekinthetünk egy ollólábas asztalt egy székkel és etetőszékkel, emellett találunk egy stelázsit is különféle korabeli konyhai eszközökkel. A konyhából kilépve, a tornácon utunkat folytatva a kamrába lépünk. A kamra berendezését főként mezőgazdasági és a len- és kenderfeldolgozás eszközei adják, amik mellett egyéb konyhai felszerelések találhatók. Az egyik legnagyobb elem a gabonatartó hombár, emellett található még a helyiségben többek között tökgyaló, mérő, kaszabelőszék, kenderfésű, kötőfa, lisztes láda, mozsár, sajtár székkel, kosarak, favillák, falapátok, fűrészek. A kamrából indul a padlás lépcső. A kamrát elhagyva a tornácon át kijutunk az udvarra. Az egykor kisméretű portán láthatunk egy deszkafalazatú árnyékszéket szívalapú nyílással az ajtaján. Majd felfedezhetjük a Döbörhegyről származó gerendatalpa, sövényfonású, zsúppal fedett, torkospajtát és a zsúffedeles disztumólat. A pajta leginkább tároló funkcióval rendelkezik, tavaszi és nyári időszakban rendezvény helyszínként használjuk. Az udvaron tovább sétálva megtekinthetjük a Pető Mihályfai szőlőhegyről származó, szintén kép és zsúppal fedett présházat, illetve egy téglafalú cseréptetős kovács műhelyt. A három helyiséges présházban találhatók a szőlőművelés eszközei, azonban ezek még csak raktárszerűen vannak elhelyezve az épületben. A korhűen berendezett kovács műhely teljes mértékben betekintést enged egy 1900-as évek derekán működő kovácsmester mindennapi munkavégzésébe. Tájházunkban legfőképpen tavasszal és nyáron rendszeresen szervezünk különféle programokat. Az egyik legjelentősebb rendezvényünk a szüreti felvonulás, mely a térségben nagy múlttal rendelkezik. Emellett évente több alkalommal tartunk kézműves napokat, ahol a hagyományos mesterségek közül elsősorban a fazekasság, a nemezlelés, a csuhékészítés és a kovács munkák bemutatása emelhető ki. Továbbá nagy népszerűségnek örvendenek a pajtában történő nyáresti diavetítések. A saját szervezésű programok mellett sikerővezi többek között az Oszkói Hegypásztor kör által szervezett hegyháti tájoló és nyitott pincék napja rendezvényeket is. Kövess minket a Facebookon, hogy ne maradj le programjainkról. Valamint nézd meg virtuális túránkat. Ha tetszett, legközelebb is szívesen visszavárunk.